Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Speranza Reménység Televízió magyar adás ideje. A mai igeszolgálat címe a csodák teológiája. Így és Robert lelkipásztor arról a szeméről fog szólni, aki képes minden helyzetben csodát véghez vinni, bárhol és bármikor. Fogadják sok szeretettel a soron következő igeszolgálatot. Jézusommal szemtől szembe, ó, mi boldog leszek én. Láthatom az örök létben, amely ingyen lett enyém. Láthatom majd szemtől szembe, beteljek nézve őt. Fenn a mennyben mindörökre láthatom a megmentőt. Hányszor bántottam meg Jézust, mi volt lelkem nyomora. Látni vágyom azt, ki mondja, megbocsátok néked ma. Láthatom majd szemtől szembe, hogy beteljek nézve őt. Fenn a mennyben mindörökre láthatom a szenvedett
lett és meghalt értem, zokszó nékű boldogan. De én soha-soha eddig szép arcát nem láthattam. Láthatom majd szemtől szembe, hogy beteljek nézve őt. Fenn a mennyben mindörökre, láthatom a megmentőt. Téged szemtől szembe látva, mit is mondok néked majd? Biztos azt kiáltom nyomban, szerelmed az égig halt. Láthatom majd szemtől szembe, hogy beteljek nézve őt. Fenn a mennyben mindörökre, láthatom a megmentőt. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, és ugyancsak megkülönböztetett szeretettel köszöntöm azokat is, akik a rádióban hallgatják a műsort. Ma egy nagyon változó világban élünk. Elmondhatjuk, hogy különleges időket élünk, amikor nagyon sok minden kiszámíthatatlan. És talán az egyik dolog, amitől az ember leginkább fél, ez a kiszámíthatatlanság. Amikor nem érezzük azt, hogy valóban urai vagyunk a helyzetnek, amikor nem érezzük azt, hogy a kezünkben tartunk mindent, ami az életünkhöz tartozik, nagyon szeretünk mindent kézben tartani. De nem lehet mindent. Mérő László a Csodák logikája című könyvében egy csodáról beszél, egy úgynevezett fekete hattyúról. Ez a fekete hattyú elnevezés, ez Nikolás Taleptől ered, aki egy ezzel a címmel ellátott könyvet írt, és aki elmondja, hogy a világban igazából létezik kétfajta matematika. Az egyik, amelyik kiszámítható, amikor tudjuk, hogy mire várunk, mi lesz az eredmény, de vannak helyzetek, amikor nem az lesz a vége, amit mi elképzelünk. Amikor közben jönnek olyan váratlan események, olyan váratlan tényezők, amelyekre nem lehetünk hatással. Mint például fekete hattyúként nevezhetjük el azt is, amikor valaki különleges módon megérzi, hogy egy világválságban, amikor mindenki szenved, ő hogyan tudná mégis megtöbbszörözni a vagyonát. Vagy egy olyan helyzetben, amikor mindenki előre látja a végkimenetelt, valakinek sikerül sokszor megmagyarázhatatlan okokból, de mégis másképp befejezni a történetet. Ez a csoda, ez a fekete hattyú, amiről Mérő László beszél, ez nem más, mint ez a Rubik kocka. Most ki van rakva, szépen el van készítve, de nem én raktam ki, én nem értek hozzá sajnos, viszont csodálattal nézem azokat, akik olyan biztos kézzel és gyorsan megoldják ezt a problémát. És igazából nem is bánom, hogy ez így van, mert jó, hogy az életben még olyan dolgaink is legyenek, amire rácsodálkozhatunk. Hát abban a pillanatban, amikor mindent érteni vélünk, talán valami
megszűnt az életünkben. De most erről a kockáról csak egy pár szót. Talán tudjuk, hogy Rubik Ernő nevéhez fűződik, aki építész volt, és fiatal korában az iparművészeti főiskolában tanított. De, mint ahogy most ismerjük ezt a kockát, csodaként, híres játékként, ez nem volt mindig így. Ennek a kockának az útja nehézkésen indult. Igazából Rubik Ernő csak annyit szeretett volna, hogy egy olyan eszköz találjon ki, amivel egy picit fejleszhetné a diákjai térbeli képzelő tehetségét. Mert ezzel ő soha nem volt megelégedve. Építészként többet várt el a diákjaitól. Építészként szerette volna, hogy olyasmiket észrevegyenek a diákjai, amit avatatlan szemek nem. Ezért hosszas kísérletezés után készült el ez a kocka, amelyből azóta több száz millió darabot is elárusítottak. Viszont az első 5 évben, a 70-es évek elején világszinten mindössze 2100 darabot adtak el, és Magyarországon, ahol egy picit elterjedtebb volt, még ott is csak 5000 darabot. Bárki kézbe vette, játékszakértők megnézték, forgatták, próbálták megoldani, és egybehangzóan mindenki azt mondta, hogy bár egy művészi és mechanikai csoda, ez a játék bukásra van ítélve, mert nem felel meg a játék híres szabályainak. Mégis akkor hogy lett belőle siker? Hogy lett csoda? 1979-ben Rubik Ernő találkozott Tom Kramerrel, aki egy világhírű játékszakértő volt. Játékboltjai is voltak, különböző játékszabadalmak fűzöttek az ő nevéhez. És amikor beszélgetni kezdtek, egy adott pillanatban Rubik Ernő megmutatta neki, hogy mit alkotott. A játékvezető kézbe vette, ugyanúgy, mint mások, és úgy tűnt, hogy az elején ugyanazt mondja, mint a többiek. Hogy ennek a játéknak mindene megvan ahhoz, hogy sikertelen legyen. Nem ad ki hangot, nem látszik rajta, hogy értékes lenne, nem aranyos, és ami nagyon fontos, átlag ember nem tudja megoldani, nem tudja megfejteni. Viszont amikor mindenki más itt abba hagyta, ő még folytatta. És azt mondta Rubik Ernőnek, hogy tudod mit? Ez a játék zseniális. Gyere, csináljuk meg felesbe. Szükség volt nem csak egy mechanikai zseniális megoldásra, hanem szükség volt még valamire. Egy játékszakértőnek a tökéletes és csodát látó szemére. És néha talán mi is úgy érezzük, hogy ebben az életben szükségünk lenne csodára. Amikor úgy látjuk, hogy bármit tervezünk előre, bármilyen végkimenete lehet a terveinknek, a dolgainknak, az életünknek, mint hogyha úgy látjuk, hogy amit mi teszünk, az nem elég. És szeretnénk, hogy mint ebben az esetben jöjjön valaki, akinek különös látása van, különös tehetsége van arra, hogy változtasson meg valamit az életünkben. Csak hogyha összehasonlítjuk az életünket ezzel a játékkal, a Rubik kockával, lehet, hogy néha elkeseredünk. Mert bár ott is fontos volt a játékvezetőnek az éles szeme, de mégis volt már előtte egy mechanikai csoda, egy olyan mechanikai játék, amely minden három irányba forgott, amit neki észre kellett venni. És sokszor, amikor a mi életünkre nézünk, akkor keressük, hogy hol van az, amiből lehetne valamit kihozni. És lehet, hogy elkeseredünk, mert amit látunk, az nem bátorít, és nem kecsegtet öröm hírekkel.
Viszont szeretném, hogyha ma megnyitnánk a Szentírást, és észrevennénk valakit, akinek a csodatevő képessége nem függ egy már meglévő csodától. Aki képes olyasmiből is csodát tenni, amiből senki nem hiszi, hogy ez lehetséges lenne. És szeretném, hogyha megvizsgálnánk egy pár példát, amikor az Úr Jézus a Földön járt, és csodákat tett, akkor nézzük meg, hogy milyen fajta csodákat tett. És talán sikerül észrevenni, sikerül hasonlóságokat felfedezni a mi életünk és a felolvasott ígerészek között. És talán sikerül, hogy Isten ismét felé lesz a mi hitünket az iránt, hogy várjuk, hogy jöjjön és érintse meg bennünket. Hogyha nálunk van a Szentírás, akkor meghívok mindenkit, hogy vegyük elő, és nyissuk fel Márk evangéliumának első fejezetéhez. És olvassuk együtt a 21. verstől kezdődően. És bemennének Kapernaumba. És mindjárt szombatnapon bemenvén a zsinagógába tanít vala. És elálmélkodának az ő tanításán, mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Vala pedig azok zsinagógájában egy ember, akiben tisztáltalan lélek volt, és felkiálta, és mondta: mi dolgunk van nékünk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél le, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te, az Istennek szentje. És megdorgálá őt Jézus mondván: némulj el, és menj ki belőle. Nem az egyetlen példa a Szentírásból, amikor azt látjuk, hogy az Úr Jézus ördögöket űz ki valakiből. És igazából nagyon sokszor találkozunk ezzel. Talán ekkora démoni aktivitással, mint az Úr Jézus idejében, talán soha nem találkozott ez a világ. És az is rávilágít valamire. Valamire, amit lehet, hogy bár tudunk, de soha egyetlen nap sem szabad elfelejtenünk. És pedig azt, hogy mi ebben az életben egy nagy küzdelemben élünk. Egy olyan küzdelemben, amely különös módon megmutatkozik akkor, amikor az Úr Jézus is itt volt a Földön. Hogy az, amit ő akart adni, az, amit ő akart hozni, a kegyelem, a szeretet, Isten országa, nem mindenkinek az a terve, hogy ez megvalósuljon az emberek életében. És nagyon sokszor ennek a harcnak a kellős közepébe csak úgy belecsöppenünk, mint ahogy talán az az ember is. És észre kell vennünk azt, hogy a két fél küzd értünk. De észre kell vennünk azt is, hogy csak az egyik akarja mi javunkat. És hogyha rájövünk, hogy ebben a nagy küzdelemben élünk, és rájövünk arra, hogy Sátán minden módon megpróbál bennünket, lehet, hogy elnézi, hogy hiszünk Istenben, hogy gyülekezetbe járunk. Lehet, hogy olyan módokon küzd ellenünk, ahol a legvédtelenebbeknek érezzük magunkat. És amikor ezt észrevesszük, és látjuk, hogy nincs segítségünk, akkor kiáltsunk Istenhez, mert ahogy ebben az esetben, és ahogy sok más esetben az emberek segítségére sietett, ugye mi segítségünkre is sietni fog. Ez tehát az első típusú csoda, amit az Úr Jézus tett ezen a földön, az ördög űzés csodája. Amikor az ember kérésére beavatkozik az ember életébe, és megmenti őt. És talán mi is úgy érezzük, hogy bizonyos helyzetekben szükségünk van egy csodára. Mert látjuk azt, hogy küzdünk nap mint nap. És lehet, hogy sikerül, néha sikerül egy picit előbbre jutni. De lehet, hogy a másnap, a következő nap visszacsúszunk.
És ezekben az esetekben, amikor létezik ez a hatalmas harc a jó és a rossz között, akkor Isten mellénk áll, és ha mi kérjük őt, akkor megment bennünket. Egy más típusú csoda, amit észrevehetünk az Úr Jézus munkásságában, ez ennek az egyik példája Máté evangéliumának 8. fejezetében olvasható, és olvassuk az első 3 verset. Mikor leszállott vala a hegyről, nagy sokaság követi őt. És ímé eljövén egy bélpoklós, leborul a előtte mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megilleti őt Jézus mondván, akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága. Ebben az ígerészben azt látjuk, hogy Isten országa nem csak védekezik. És nem csak akkor tesz valamit Isten, nem csak akkor tesz valamit az Úr Jézus, amikor az ellenfél megszólítja őt. Hanem azt látjuk, hogy nagyon sokszor Isten megszánta az embereket. És sokszor könnyített olyan dolgokon is, ami a bűnnek a következménye. És egy ilyen a betegség is. Legyen ez fizikai vagy lelki betegség. És azt látjuk, hogy olyan esetekben, amikor senki mástól nem jött gyógyulás, akkor Isten képes volt ezt megtenni. És amikor ezt az ígerészt elolvastam, akkor önkéntelenül is eszembe jutottak a saját életem küzdelmei, talán a lelki harcok, amelyeket meg kell vívnom, és olyan nagyon együtt tudtam érezni ezzel az emberrel. És úgy felkiáltottam az Úr Jézushoz, hogy Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Biztos vannak helyzetek az életünkben, amikor érezzük, hogy gyógyulásra van szükségünk. Amikor érezzük, hogy vannak rossz szokások, amelyekből nem tudunk menekülni. Amikor érezzük azt, hogy valami visszatart attól, hogy lelkileg növekedjünk és fejlődjünk, talán éppen fizikai betegség gyötör bennünket, Isten kész ilyenkor is közbeavatkozni. Mert ő megígérte, hogy csak olyan próbákba kerülhetünk, hogy Sátán csak annyira próbálhat meg bennünket, amire az Úr Jézus erőt is ad, hogy ezt megtegyük. És igazából itt azt látjuk, amint szépen beteljesedik mindaz, amit az Ószövetségben Isten ígéje megjövendült, Ézsaiás proféta könyvének 35. fejezetében, az 5. verstől. Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak, akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és újjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. És igen, várjuk azt az időt, amikor visszajön az Úr Jézus, és ez az ígéret teljes mértékben beteljesedik. De addig Isten közbelép. Sokszor nem ennyire látványos módon, de amikor érezzük, hogy lelkileg, talán testileg is erőre van szükségünk, hogyha hozzá könyörgünk, és megegyezik az ő akaratával, Isten ott lesz. Sőt, azt látjuk, hogy Isten nem csak gyógyított. Mert az ő hatalma különös módon akkor is megnyilvánult, amikor olyan helyzetekkel szembesült, ahol az emberek végképp lemondtak a reményről. Olyan esetekben, ahol már nem csak reményért kellett könyörögni, és nem csak arra várni, hogy valakinek az állapota feljavuljon, hanem olyankor is megmutatkozott az Úr Jézus isteni hatalma, amikor emberileg vége volt. Egy ígerész Máté evangéliumának 9. fejezetéből, 18. vers. Mikor ezeket mondá nékik, íme egy főember eljövén leborul-e előtte mondván. Az én leányom éppen most halt meg, de jer, vesd rá kezed, és megelevenedik. Majd a 23. vers.
És Jézus a főember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongos sokaságot, mondanékik: menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették őt. Mikor pedig a sokaság eltávolítaték, bemenvén, megfogá annak a kezét, és a leányzó felkelt. Engedjük meg, hogy ismét ezt a helyzetet is térítsük egy picit lelki síkra. Hogyha megvizsgáljuk a mi lelki életünket, akkor rájövünk arra, hogy voltak emelkedők, voltak olyan helyzetek, ahol talán csak szélmalomharcot vívtunk. Voltak olyan helyzetek, amikor Istenhez könyörögtünk, és ő kimentett bennünket. És talán nagyon sokunknak, hogyha le kellene rajzolnunk, akkor egy ilyen hullámos vonal lenne a mi lelki életünk. És talán, hogyha visszanézünk, akkor lehet, hogy felfedezünk olyan helyzeteket is, amikor az életünk nagyon mélyen volt. Amikor nemhogy csodára, de semmi másra nem vágytunk. Mert már talán azt sem hittük, hogy lehet valamit tenni. Amikor az ember azt érzi, hogy ő lelkileg halott. Amikor azt érzi, hogy itt most már még Isten sem képes semmit tenni. És ezekben a helyzetekben, amikor valóban reménytelennek látszik az életünk, Isten ígéje ma bátorítani akar bennünket, hogy még akkor is van megoldás. Még akkor is, amikor mi úgy hisszük, hogy lelkileg halottak vagyunk, és nem létezik, nem lehet előre menni, akkor Isten csak csöndesen mellénk jön, és azt mondja nekünk, hogy ne adjuk fel. Azt mondja most nekem, és azt mondja most neked, hogy ne add fel. Mert amikor senki sem képes segíteni rajtunk, igazából Isten csak akkor kezdi a munkáját. Vannak az életben olyan helyzetek is, amikor semmi befolyásunk nincs arra, hogy mi történik velünk. Nagyon sok esetben, ha betegek vagyunk, ha fizikai, lelki betegek vagyunk, fontos a mi hozzáállásunk is. Fontos a betegnek a hozzáállása. Hogy változtat-e az életmódján, változtat-e a gondolkodásmódján. És bár nem mi vagyunk azok, akik a gyógyulást hozzuk, de azért valamit mi is tehetünk. De mégis vannak az életben olyan helyzetek is, amikor semmi más nem tudunk tenni. Mert egyszerűen, ami történik körülöttünk, arra semmi befolyásunk nincs. Szeretnék egy ilyen példát is felolvasni a Szentírásból, amelyik különleges módon egy ilyen helyzetet fest le, ahol az emberek egy olyan helyzetbe kerültek, ahol teljesen ki voltak szolgáltatva. Meghívlak, hogy lapozzuk fel a Szentírást Márk evangéliumának 4. fejezetéhez. És olvassuk a 35. verstől kezdődően. Azután mondanékik azon a napon, amint estelőn: menjünk át a túlsó partra. Elbocsátván azért a sokaságot, elvívék őt úgy, mint a hajóban vala. De más hajók is valának vele. Akkor nagy szélvihar támad, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba annyira, hogy már-már megtelik. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejajon aluszik vala. És fölkelték őt, és mondának néki: mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálá a szelet, és mond a tengernek: hallgass, némulj el. És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. Talán az életben néha mi is úgy érezzük magunkat, mint egy kis bárka egy háborgó tengeren. Amikor rájövünk arra, hogy az elemekkel vívott küzdelemben
semmi erőnk és befolyásunk nincs. Amikor rájövünk arra, hogy a szél jobbra is balra is lögdös bennünket, és mi semmit nem tehetünk. Lehet ez egy pénzügyi válság, lehet ez egy betegség, lehet ez egy szerettünknek a halála. Olyan dolgok, amelyekre nincs befolyásunk. És ebben az esetben semmi más nem tudunk tenni, mint hogy felkiáltunk Istenhez. De van ebben az ígerészben egy kis részlet, amely különös módon felkeltette az én figyelmemet. Azt olvassuk a 36. versben, hogy miután az Úr Jézus elbocsátotta a sokaságot, és ők elindultak a hajókkal, más hajók is voltak velük. És amikor megakadt a tekintetem ezen a kifejezésen, ezen a mondaton, hogy más hajók is voltak velük, kerestem a Szentírásban, hogy hol olvasunk még ezekről a hajókról. És rájöttem arra, hogy többet a Szentírás nem említi őket. És akkor próbáltam feltenni a kérdést magamnak, hogy ha nincs más információnk ezekről a hajókról, akkor egyáltalán Isten miért szerette volna, hogy ezt a Biblia írói megemlítsék? És akkor eszembe jutott valami. Visszagondolva, volt az életemben egy olyan vakáció, ahol a fiatalokkal egy kis körútat tettünk Európában, és egy adott pillanatban, amikor egy tóhoz értünk, akkor kipróbáltuk a kis csónakokat. És amikor a szél megindult, kissé viharossá vált az idő, akkor rájöttünk arra, hogy mindegy, hogy ki hogyan tud evezni, az ő hajóját is ugyanúgy érik a hullámok, mint a kezdőkét. És akkor jutott eszembe az, hogy ha ezek a hajók is ott voltak és követték a tanítványok hajóját, akik az Úr Jézussal indultak el, akkor abban a pillanatban, amikor elindult a vihar, nem csak a tanítványok hajója került a viharba, hanem a többi hajó is. De itt még nincs vége a történetnek. Mert a tanítványok az Úr Jézushoz kiáltanak, az Úr Jézus közbelép, lecsendesíti a tengert, de vajon csak annak az egy hajónak, amelyben a tanítványok voltak? Nem csak ezt az egy hajót mentette meg, hanem az összes hajót, amelyik ott volt a tengeren. És amikor erre rájöttem, és ezt megértettem, akkor különös módon fontosnak tűnt számomra az, hogy könyörögjek az isteni csodáért az életemben. Mert rájöttem arra, hogy nem csak az én sorsom függ ettől, hanem nagyon sokszor szeretteink sorsa. Mert amikor szeretünk valakit, és a javát akarjuk, nagyon sokszor úgy tehetjük a legnagyobb jót ezeknek a szeretteknek, hogyha mi előbb Istenhez könyörgünk, hogy a mi életünket építse fel. És hogyha felépít bennünket, és megelevenít, és lelkileg felüdít, akkor ő azt is megígéri, hogy a mi csodánkból más is részesül majd. Gondolom, hogy akik most ezt a műsort nézzük, ezt a prédikációt hallgatjuk, mindannyiunknak vannak az életében olyan személyek, akiket szeretünk. És szeretnénk, hogy nekik jó legyen, nekik jobb legyen. Talán nem ismerik még Istent. Talán fizikai vagy lelki betegséggel küzdenek. Talán változtatniuk kell az életmódjukon. Talán reménytelenek. Könyörögjünk most Istenhez, hogy tegyen csodát, és elevenítsen fel bennünket. Ez nem önző dolog. Mert Isten nagyon sokszor így akarja elérni azokat is, akik körülöttünk vannak. Ez az én kívánságom most, hogy
Néha tudjuk megengedni Istennek azt, hogy átvegye az irányítást az életünkben. És hogyha olyan helyzetbe kerülünk, ahol érezzük, hogy nem tudunk mindent uralni, ne féljünk, mert Isten tudja uralni a helyzetet. És kérjük tőle azt, hogy elevenítsen fel bennünket, testileg, lelkileg. Talán, hogyha olyan helyzetben vagyunk, ahol már nem látunk reménységet, akkor még forróbban könyörögünk hozzá. Ha olyan helyzetbe kerülünk, ahol semmi hatalmunk nincs a körülmények között, könyörögünk csodáért. És az az én kívánságom, hogy adja meg nekünk Isten a csodát. Még akkor is, ha úgy látjuk, hogy nincs, amit kezdjen az életünkkel. De tegyen csodát Isten. És adja meg azt is mindannyiunk számára, hogy ebből a mi szeretteink is részesüljenek. Érintse meg őket is Isten, adjon nekik is felüdülést, és adjon nekik is örök életet az ő ingyen kegyelméből. Amen. Most pedig hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te szent ígédet. Köszönjük nekünk neked azt, hogy bátorítasz bennünket. Köszönjük neked azt, hogy szeretsz bennünket. Köszönjük neked azt, hogy olyan helyzetben is, ahol nem látunk egy esélyt, nem látunk változásra való esélyt, te ott is közbe léphetsz, felüdíthetsz, és megeleveníthetsz bennünket. Kérünk szépen, te látsz mindannyiunkat. Add meg mindenkinek azt a csodát, amire szüksége van. Légy te jelen mindenkinek az életében. De nem csak magunkért könyörgünk, hanem mindazokért, akiket szeretünk. Add meg nekünk, hogy a mi csodáinkból ők is részesüljenek. Hogy minket átva mások is vágyjanak te hozzád közeledni. És soha ne feledjük el, hogy ebben a hatalmas harcban, nagy küzdelemben élünk, és te vagy az egyedüli, aki a javunkat akarod. Segíts meg, hogy mindig hozzád kiálthassunk, és te légy ott, és ments meg bennünket ingyen kegyelmedből, az Úr Jézus Krisztus véreért, és az ő szép nevéért kértük mindezeket. Ámen. Felét, szent szó.
Köszönöm, hogy velünk tartottak. Jézus Krisztus bármikor csodát tud tenni, és az egyik legnagyobb csoda az életünkben nem egy hirtelen bajban való segítség, hanem segítség az önmagunk hozzáállásán, az élet dolgaihoz, amikor megértjük, hogy minden döntésünknek és cselekedetünknek következménye van az életünkben, lelki, egészségügyi, anyagi és kapcsolati téren. Vezessen az Úr úgy bennünket, hogy segítséget kérjünk tőle a változásban, és ha kell, a bajban is. Tegyen így csodát a Jóisten mindannyiunk életében. Amen. Lassan már pirkat.